Jó reggelt kívánok! Először mutatok majd néhány információt, és utána érdemes lesz természetesen az adás többi részében is figyelni ránk, mint hogy ezt eddig tették, mert Zaher Gábor már itt van a stúdióban. Részben arról fogunk beszélgetni, amit most megmutatok önöknek, mi is ez. A dánok készítettek egy felmérést, majdnem 5000 koronavírusos beteget vizsgáltak meg, ezek alapján állítottak össze egy úgynevezett rizikófaktor csoportot. Kikből áll? Akiknek például a testtömeg indexük nem optimális, nem jó, mondhatnánk azt is, hogy vagy kövérek, vagy túlsúlyosak. Zárójelben jegyzem meg, hogy a testtömegindexnek a nem jó arányába én is benne vagyok, én is egyébként bármennyire is hihetetlen, de a túlsúlyos kategóriába tartozom. Életkor tekintetében szintén minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb a rizikója annak, hogy a koronavírusból nem gyógyulunk fel, vagy nem jól. Aztán problémát jelent az is, hogyha például férfiak vagyunk, ha magas vérnyomásban szenvedünk, vagy van valamilyen idegrendszeri betegségünk. A dánok azt mondták, hogy nagyon sokszor egyébként a betegek nem feltétlenül vezetnek ezt halálhoz, vagy halálozáshoz, de sok esetben lélegeztetőgép a vége. Nézzünk egy másik táblát, mert ebben az AstraZeneca vakcinájánál tapasztalható gyakori mellékhatások és tüneteit láthatják. Érzékenység, fájdalom, melegség, bőrpír, általános rossz közérzet, amikor ugye nem tudjuk, hogy mi a baj, csak úgy nem érezzük jól magunkat, fáradtság, hidegrázás, láz, fejfájás, émeig és hányinger. Most Zaher Gáborhoz oda megyek, mert ugye miközben itt az utolsó információkat soroltam fel, jó reggelt kívánok. Most, hogyha az ember ugye a Google-be vagy bármilyen keresőbe beütné azt, hogy nem tudom én, különböző védőoltásokkal kapcsolatos mellékhatások, lehetséges tünetek, az elég hosszú lenne a felsorolás néhányáshoz, mert nem jó reggelt. Természetesen szép jó reggel, de azért azt gondolom, hogy ne éld bele magad abba, te azért így testtömegindex szempontjából, én azt gondolom, hogy az átlag magyarhoz képest nem vagy. Azt lehet, hogy az átlag magyar, de az index... Hát a testtömegindex alapján persze, igen. De hát az azért nem feltétlenül ott mindig, hogy amelyik már mondjuk 26,5 alatt fölött, szóval, hogy akkor, aki egy picit fölötte van, az már rögtön kövérnek számít. Viszont tökre örülök ennek a dán felmérésnek, de ehhez nem kellett volna elmenni Dániába, hiszen ezt mi is pontosan láttuk, hogy 50 éves, elhízott, férfi, magas vérnyomás, lélegeztetőgépre kerül, meghal, pont. Szóval én nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt, hogy a testtömegindex, az elhízás. Magyarország a negyedik legelhízottabb nemzet a világon. Nagyon komoly rizikófaktor. Nem csoda, hát a dánoknál azért sokkal kisebb mondjuk az elhízásnak, ugye ők azért sokkal egészségesebben élnek, sokkal sportosabbak tulajdonképpen, mint mi. Ugye erre nagyon-nagyon komolyan oda kellett volna, meg talán még most is odafigyelni. És én nem győzöm mondani a betegeimnek a túlsúlya, az mindenféle betegségnél, daganatos betegségeknél is magasabb rizikófaktorral bír. És ugye a koronavírus fertőzésnél is ez alapvetően kiderül. Lehet egyébként, hogy ön ezt tudta, de nekem például ami újszerű volt, hogy a férfiak azok valóban, vagy elképzelhető, hogy tényleg a magasabb rizikófaktor csoportjába tartoznak? Alapvetően ez már csak azt gondolom, egy statisztikai adat ebből a szempontból, de az, hogy az életkor az ott van, az oké, okay, hát hiszen tudjuk, mondjuk 85 év felett ugye több mint 640-szeres a halálozás rizikója mondjuk a 18 éves korosztályhoz. A hipertónia szintén ugye összefüggésben van ugye a magas vérnyomás a testtömegindexel. Az idegrendszeri betegség az olyan jó megfogalmazás. Most mit értünk hát, alatt, hogy ideg? Ez olyan, mint ugye az orosz oltásnál ugye a súlyos krónikus betegség, mint kontraindikáció. Az, hogy krónikus betegség, oké, honnantól számít súlyosnak? Szóval nagyon-nagyon nehéz ezeket alapvetően objektivizálni. De jó, hogy szóba hozta az orosz vakcinát, de majd erről beszélgetünk. Most nem azt mondom, hogy ha már én itt saját magammal egy kicsit személyeskedtem, mert ez a sokkal könnyebb, de nem tudom ennyit azért, nem tudom, megkérdezhetek öntől, hogy azt tudom, hogy ön már ugye túl van az oltáson. Így van. Megkaptam már második abszolút oltást is február, igen, vagy január végén. Január 21-én kaptam meg a második oltást. Kérdezzük meg, ha egyáltalán elmondja, hogy hogyan van, vagy voltak-e tünetei. Semmi az ég élt a világon. Azon kívül, hogy a szúrás helyen, ha az ember megnyomta, akkor érezte, hogy oda kapott egy szurit, ami szerintem minden más szurinál előfordulhat. Lekopogom, így semmi gondom nem volt tőle. Igen, voltak olyan kollégáim, akiknél jelentkeztek ugye azok a tünetek, amiket itt az előbb felsorolásban is lehetett látni, a rossz közérzet, a levertség, a láz, az izomfájdalom, de alapvetően azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni különbség, mert engem is ott riogatott kollégám, aki egy nap előtte kapta, hogy te azt mondja, hogy olyan szarul voltam, hogy ez rettenetes. Én is fél 11-kor megkaptam az oltást, az este fél 11-kor vártam, hogy mikor jön ma a csapás.
Azt nem, nem jött. Aztán éjfélkor lefeküdtem, és akkor reggel keltem föl, azt mentem dolgozni. No, de ha már a csapás mondja, ami nem jött szerencsére, itt láthatjuk, hogy az AstraZeneca-val kapcsolatos gyakori, ugye ezt így írták össze, hogy gyakori mellékhatásokat tapasztalhatunk, de ezek szerint akkor ettől se kell azért Dunának futni, nem. Tehát nem kell ezért ettől megijedni. Zahir úr, hadd kérdezzem azt öntől meg, hogy amikor ön azt mondta, lehet, hogy ez nem tudom én pár héttel ezelőtt volt az időpontját, nem néztem meg, de ön azt mondta, hogy ugye a védőoltásokkal kapcsolatos ellenállás Magyarországon ez részben a politikának vagy a kormánynak a felelőssége is. Változott-e az ebbéli véleménye? Hogy fogalmazzak úgy rögtön, hogy a kommunikáció hiányáért felelősöknek a felelőssége. Szóval alapvetően ugye most ugye ebben a járványhelyzetben ugye a védőoltás lesz az, ami meg tud bennünket védeni, ami majd lehetőséget arra, hogy nyissunk. Úgyhogy jelenleg ugye négyféle vakcina van fönt ugye az étlapon, és alapvetően azt gondolom, hogy ezekről a vakcinákról nagyon-nagyon sokat tudunk. Persze azt nem tudjuk, hogy mi lesz mondjuk egy, másfél, két, három év múlva a beoltás követő, hogy jelentkezhet olyan késői szövődmény, vagy nem. De azokat, amiket ide föl vannak sorolva, azokat, amiket ugye a kontraindikációk vannak 60 év fölöttieknek, ne adjuk, orosz vakcinánál ugye azok a kritériumok, de azt gondolom, ezeket tolni kéne az embereknek. Kapnak-e az orvosok, házi orvosok, kórházakban, az oltóközpontokban megfelelő egészségügyi dolgozók annyi információt, hogy egy rövid idő alatt, amikor leül eléjük a beteg, akinek nyilván ők már előre látják az adatait, és mégis van egy protokoll, egy sorrend, de hogy tudják azt mondjuk, hogyha lehetne változtatni különböző dobozokból, melyik vakcinát veszik ki, ha lenne ilyen, akkor melyikkel kell oltani? Egyelőre még nem ott tartunk, hogy ott négyféle vakcina van a polcon, és abból válogatni lehet alapvetően. Úgy gondolom, hogy ezt nem ott kell elmondani a betegnek, hiszen akkor egy csomó visszakérdezés, odakérdezés, visszakérdezés. Rettenetesen menne az idő, hanem ezt ki kellene osztani olyan tájékoztatókat, mint amit például mi annak idején meg is kaptunk, amikor az első vakcinával, ugye a Pfizer vakcinával oltottak bennünket, hogy ez esetleg milyen szövődmények, milyen mellékhatás, mire kell odafigyelni, ki kellett töltenünk ugye egy papírt, ahol mindenféle be kellett x-elnünk a kontraindikációk szempontjából, a saját egészségi állapotunk szempontjából. Szóval ezt jó előre meg lehetne csinálni, amikor az illető odaér az oltópontra, hogy legyen ideje, és akkor pontosan tudhatja azt, hogy mivel áll ő valójában szemben. Mekkora a jelentősége annak, hogy egy adott vakcina egy adott országba használatra kerül, hogy van annak tényleg jelentőség, vagy nem tudom mekkora jelentőség, hogyha azt mondja az Európai Gyógyszerügynökség, hogy erre mi megadjuk az engedélyt, és van olyan vakcina, amire még egy adott ország megadja az engedélyt, de még az Európai Gyógyszerügynökség nem. Konkrétum, ugye az, hogy például most ugye kínaiak esetében mi azt mondjuk esetleg, hogy ez lehet, vagy az oroszok esetében azt mondjuk, hogy lehet, de mondjuk az Európai Gyógyszerügynökségtől ez az engedély nem érkezett meg. Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség az, amelyik legalábbis szakmai oldalról tekintve ezt a dolgot, amelyik mondja ki tulajdonképpen a végső szót. Ki mondja a végső szót, de ez azt is jelenti, hogy amit ők mondanak, az megkérdőjelezhetetlen, és csak az a jó, amire ők azt mondják, hogy ez a jó? Én azt gondolom, ez nem feltétlenül lehet így, de az az alapos vizsgálat, amin az EMA ugye keresztül megy, ugye egy ilyen oltóanyag, annál azt kell, hogy mondjam, hogy szakmailag talán kicsit jobban hihető, hiszen például ugyanez vonatkozik bizonyos gyógyszerekre és egyéb más szerekre is, amelyek ugye speciális engedélyeket kapnak. Nem beszélve arról, hogyha például átmegyünk a tengeren túlra, ugye ott akár az FDI-nél, ugye az Amerikai Gyógyszerügyi Hatóságnál is, azért nagyon-nagyon komoly akadályokat kell idézőjelben legyőzni egy gyógyszernek ahhoz, hogy olyan hatósági engedélyt kapjon. Ez persze nem azt jelenti, hogy ami oda kikerült, az akkor szent és érthetetlen, hiszen számtalan példát lehetne mondani gyógyszerekre, amelyek kikerültek a piacra, elkezdődött a forgalomba hozataluk, és utána mondjuk fél-egy év múlva bevonták ezeket a gyógyszereket, mert volt hozzájuk köthető olyan szövődmény, ami egyértelműen magáról a gyógyszerről szólt. Még mielőtt elkezdtük volna itt a stúdióban a beszélgetést, ezt a nézőim még nem látták, de ugye mi már elkezdtünk egymással beszélgetni. Kérdeztem öntől, hogy a 60-i kórházban, ahol dolgozik, mi a helyzet? Jól vagyunk, azt kell, hogy mondjam, nincs kevés beteg, emelkedett az elmúlt napokban a betegeknek a száma. Az egészségügyi ellátórendszer azt gondolom, hogy bírja a terhelést, és én itt is szeretném megköszönni gyakorlatilag nem csak az ottani kórházi dolgozóknak, hanem minden magyar egészségügyi dolgozónak, hogy tényleg, bocsánat, amit mondok, ilyen faszán hely tudtak állni az utóbbi időben, mert még nincsen vége a dolognak. Itt se fogalmazott mondjuk még orvos itt ebben a stúdióban, érthető egyébként, hogy miért így mondja, de ha már így fogalmazott Zahir úr, akkor
amikor azt mondja, hogy növekszik ugye a betegeknek a szám, akkor a covidos betegekről beszél, ugye? Igen, természetesen a covidos. Van-e valamilyen tendencia, statisztika, amit esetleg konkrétan most el tud mondani? Igazándiból 10%-kal, 20%-kal? Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy az osztályok, a covid osztályok, illetve a matrix osztály, az majdnem folyamatosan telt házzal megy. Ez hány főt érint? Ez gyakorlatilag most nagyjából olyan 70 beteget. Jó, 60 ugye egy kis városi kórház, szóval még nem több száz beteg ellátására vagyunk berendezkedve, de azért ez mondjuk a kórház ágy számának mondjuk a jelentős százalék. Még egy utolsó kérdés, csak kérem röviden. Nagyon sok orvos szakértő exponálja magát abban, hogyha kellene enyhíteni, hogyan, milyen formában és mikortól. Ön orvosként ezt hogy látja? Szerintem várjuk meg a március végi adat, vagy a február végi adatokat, hogy lehessen ez ügyben dönteni, hogy fog állni az átoltottság, de egy biztos, hogyha jelentős átoltottsági százalékot tudunk elérni, akkor lehet szakmai szempontból, és hangsúlyozom, szakmai szempontból a nyitás mellett tulajdonképpen voksolni, és akkor is csak fokozatosan, szóval nem az várható, hogy egyszer csak akkor kinyílnak az ajtók, aztán hajrá, mindent lehet, hanem itt is ez lépésről lépésre, ami akár több hónapot is igénybe vett, ami persze az emberek türelmét és pszichés állapotát is nagyon-nagyon-nagyon komolyan érinti. Nem volt szokatlan ez az interjú, szókimondó orvos, köszönöm szépen, hogy itt volt, köszönöm a beszélgetést, megyünk tovább.